Közel 40 köbméter tűzifát osztottak szét a rászoruló családok között. November 12-én a Dzsemcsarnoknál sorakoztak a hátrányos helyzetben lévők, hogy átvehessék az adományt. Dombóvár város önkormányzata még tavaly évben meghozta saját szociális rendeletét, amiben tűzifa juttatásra is rendelkezik. Alapból azok a családos dombóvári állampolgárok részesülhetnek 2 köbméter tűzifa támogatásban, akik a családjukban 2 vagy annál több gyermeket nevelnek, és a családban az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíj minimum, azaz 28.500 forint összeget. A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakása csak egy jogosultnak állapítható meg, évente legfeljebb 2 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 2 köbméter. Különös méltánylást érdemlő esetében pedig legfeljebb 1 köbméter tűzifát kaphatnak. Van arra is lehetőség rendkívüli krízishelyzet, élethelyzet okán. 1 köbmétert kapjanak azok az emberek, akik vagy most vesztették el a munkájukat, vagy betegség, kórházi ellátás, egy egyéb krízishelyzet alapján olyan nehéz anyagi helyzetbe kerültek pillanatnyilag, hogy nem tudják megoldani a közeli tüzelőket. Természetesen az 1 köbméter vagy 2 köbméter nem biztos, hogy megoldja az egész téli tüzelőszükségletet, de gondolom, hogy nagy segítség a rászorulóknak. A különös méltánylást igénylő körülményt igazolni kell. Azok, akik tűzifa támogatásban részesülnek, a támogatás idejére lakásfenntartási támogatásra nem jogosultak az adott hónapban. Az 1 köbméter tűzifa 1 havi ellátásnak minősül. Gondoljunk bele, ha mondjuk 2 köbméter tűzifa az a piacon, köbméterenként 12-15 ezer forint, tehát ha valaki kap 2 köbmétert, az durva 30 ezer forint juttatás, és akkor legfeljebb 1 havi lakásfenntartási támogatástól elesik, akkor ezért még mindig jobban járt azzal, hogy tűzifát kapott. A támogatáshoz kérelmet kell benyújtani, melyre augusztus 1-től március 31-ig van lehetőség, amihez mellékletként el kell küldeni a háztartás tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozatot is. Természetesen a faosztásnak lesz még folytatása.